Dugig van az elkészült karácsonyi csomagokkal ez a szobatolnán. A város gondozási központja és más segítő szervek közösen bonyolították le még novemberben a már harmadik éve megrendezésre kerülő árverést. Annak bevételéből sikerült 170 csomagot összeállítani a rászorulóknak. Úgy gondoltuk, hogy azokhoz az emberekhez fordulunk, hisz minden szervezet mögött ugye emberek vannak, akik velünk együtt örömet, szeretetet közvetítenek azzal, hogy felajánlanak adományokat. Már az első két év is nagyon sikeres volt, és nem hiszem, hogy pénzben lehet azt mérni, de azért mégiscsak mondok egy összeget. 1 800 000 forint jött össze ebben az évben, a tavalyi évben 1 300 000. Tehát nagyon félve indítottuk el az idei évben ezt a mozgalmat, és a minden várakozásunkat felülmúlta. Muszáj volt csoportokat kialakítanunk, mert olyan sokféle dolgot ajánlottak fel az emberek. Ugye, hát voltak a civilek, amik időzőjelben téve akár saját maguk által készített kis díszeket ajánlottak fel. Hát a vállalkozók ugye azok különböző olyan tárgyakat, amik most olyan az egy számítógép, mondjuk laptop, amit hát mások jól tudnak használni. Könyveket, volt egy ilyen kategória is, művészek, különböző képeket, tárgyakat. De volt például olyan szekszárdi borász is, aki egy prémium kategóriás, közel 30 ezer forint érő bort ajánlott fel az aukcióra. 480-an adakoztak, körülbelül 880-an voltak, akik licitáltak, és én azt gondolom, hogy annélkül, hogy végignéztük volna a listát, átfedések vannak nyilván, hogy akik adományoztak, azok a másik oldalról, ha valami megtetszett nekük, akkor licitáltak. És így ebből a pénzből, ami így összejött, 170 főt tudunk megajándékozni. Hát ebből talán azért bontanám meg, mert így valamikor így a rászoruló gyerekek voltak elsősorban így reflektorfényben ezeknél az ajándékozásoknál, hát most időskorúak is vannak. 110 gyermeket és közel 60 időst vagy létminimum közelében élő felnőttet ajándékoznak meg idén ezekkel a csomagokkal. Ez egy takaró, ez a gyermekeknek a csomagjából egy kiválasztva, ami nyilvánvalóan takaró talán különböző, de amúgy a tartalom az teljesen forma. Egy szép kis karácsonyi ötve, szintén minden rend van. És hát mondtam, nehéz helyzetben vagyok, mert sok-sok aprósás, finom, édesség, csokoládé. A felnőttek ajándékaiban pedig rengeteg tartós élelmiszer, konzerv, cukor és az elvadathatatlan halászlétészta, és persze édesség is található. A csomagok egységesen 10 000 forint értékűek. Még arra is van lehetőségünk, hogy a megmaradó különbözetből, így a csomagok és a befolyó pénzösszeg, most e hétvégén, 9-én a Fővárosi Opera Ház egy ingyenes előadást, a Makrancos király kisasszony című darabját ingyen, tehát fogad gyermekeket, és ezzel 45 gyermekkel elmegyünk fel Pestre, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy élményben lesz részük. Mindenképpen azt éreztem, hogy az emberek szíve nyílott meg, ugye. Tehát mi, akik abban a helyzetben vagyunk, hogy adni tudunk, akkor ezt egy kicsit ilyen szervezett formában, nyilván célrányosabban valóban azok kapják meg, akik erre rászorultak. Itt a civil szervezetek, tehát így tolnajárásról van szó, tehát több településről, valóban oda juttatjuk el ezeket az adományokat, ahol valóban szükség van rá, és elképesztően jó érzés volt figyelemmel kísérni az adományoknak az össze, hogy mennyi adomány összejött, és ahogy ezekre az adományokra licitáltak az emberek, tehát ott mindenképpen az látszott, hogy talán nem is annyira annak az adománynak a megszerzése a végcél, hanem hogy adhassuk.